Senki nem volt a hülyeségedre kíváncsi. Nos, én tulajdonképpen ezzel az állásfoglalásoddal egyet is tudnék érteni, ha ténylegesen tükrözné is azt, ami itt történik. De igazság szerint én meg is fordítanám ezt az egész kérdést. A hülyeségekre ti kíváncsiak vagytok? Én viszont már egyáltalán nem. Úgyhogy én itt és most be is dobom a saját atombombámat. Én ezennel hivatalosan nem a videózást fejezem be, csak a bemutatók készítését. Valószínűleg ezt nem egyszer hallottátok már tőlem, de hosszú-hosszú hónapokon át tartó fölösleges feszengések után nagy nehezen végre elhatároztam magamat erre a döntésre. Különösen azért, mert az újonnan elbaszott szürke hétköznapjaimba ez már abszolút nem tud beleférni, de főleg inkább esztétikai okok miatt döntöttem így. Ugyanis mai fejjel mostani körülmények között ezt a fajta tudálékoskodó stílust már nem tudom úgy hozni, mint ahogyan régen szoktam. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezeket végleg törölni akarom, mert lehet, hogy valakiknek tud némi újat mondani, viszont nekem már abszolút nem tud semmi új élvezetet nyújtani. Úgyhogy én inkább a magam részéről át is adnám ezt a stafétabotot olyanoknak, akik ténylegesen értenek is ehhez a műfajhoz. Úgyhogy, hogyha vissza is térek a bemutató készítéshez, azt is maximum abban az esetben teszem meg, hogyha van egy ténylegesen átgondolt koncepció erre vonatkozóan, és nem ezt a fajta erőködös, feszengős stílust fogja magával vinni, ami a régi videóimat jellemzi. Sajnálom, hogyha olyan embereknek, akik kifejezetten ezek miatt a videók miatt iratkoztak fel, csalódást okoztam, de tényleg hosszú idők óta fontolgatom ezt a döntést, és úgy érzem, hogy így tudok tiszta lappal tovább lépni ezzel az egész dologgal. De hogyha más nem, így legalább sokkal több időt tudok fordítani az igazán fontos dolgokra. Például a furry hentai képregény készítésre. Ez volt az éhező etióp kisfiú 2.0 mára, és inkább nézzetek helyettem Gugut. Az való igazán nektek.